Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ezt az üzenetet közvetítem számotokra, hanem küldök képes lapokat is. Ez úgy működik, ha becsukom a szememet, látok magam előtt egy képet. Ez a kép nem mozog. És tényleg olyan, mint egy képes lap. És én úgy gondolom, az égi üzenetek és ezek a képes lapok nem csak hozzám szólnak, hanem egy üzenet számodra. És ha gondolod, leírhatod a kommentárba, hogy hogy hat ez ki rád, hogyan értelmezed ezt. Természetesen megvan arra is a lehetőség, hogy kérj egy személyes üzenetet a Bibliából. Mint egy energiai egyensúly, a díjam ebben az esetben 4000 forint. És most elmondanám azt, hogy mi volt a mai képeslapon. Egy palota, egy gyönyörű terem, egy hosszú asztal. És ezen az asztalon olyan művészi alkotások voltak, miniatúr alkotások, minthogyha porcelánból lett volna minden. Tele volt az egész asztal ezekkel, és nagyon színes volt. Az asztalnál ült egy pár, egy férfi és egy nő. Én úgy gondolom, hogy az asztalon terítve voltak ezek a művészi alkotások, amire oda kellene figyelni, hiszen itt lesznek ajánlatok. Ha megvan nálad ez a képesség, akkor ezt megvalósíthatod. Figyelj oda ezekre a dolgokra. És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok a mai üzenetre. Én ezt nem tudom befolyásolni. A nyakláncom bizonyos szavaknál, mondatoknál kimozdul, és egy időben kapok gondolatokat is. Ennek van értelme, és így tudom közvetíteni ebből a forrásból az aktuális üzenetet. Voltak küzdelmek a múltban, de ezt te most lezárod. Valaki közeledik hozzád, és kérdez tőled valamit. Ami a szerelmet illeti, ő feléd fordul, közeledik hozzád. Ő is szeretne beszélni veled. Őrizd meg a nyugalmadat, és várj, amíg ő jön. Utána te is tudsz cselekedni.
ami az országot illeti, a következő években fog javulni a helyzet. A nép összetart és figyeli az eseményeket. A király, tehát a kormány szeretne a közeljövőben változásokat. Ha tervezel valamit, akkor légy még türelmes, ne siesd el a dolgokat. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!